A doroszlói Szentkúton megtartott kétnapos kisboldogasszony napi búcsúra idén is több mint 1000 hívő érkezett határon innen és túl. Főtisztelendő Verebélyi Árpád főesperes és kegyhelyi igazgató szerint a szentkúti kisboldogasszony ünnep a vajdasági magyar ajkú katolikus hívek központi búcsúja. Minden régiónak, minden közösségnek megvannak a maga lelki központjai, de ugyanúgy, mint a társadalmi életben a központok. A hívő embereknek ezek a kegyhelyek a központjai, oda, hova évről évre elzarándokolnak. Doroszló Szentkút harmadik Béla óta, az 1200-as évek vége óta ennek a délvidéki népnek egy központi zarándokhelye. Böjte Csaba ferences rendi szerzetes a hit és a szeretet megtartó erejéről beszélt. Hát ugye úgy gondolom, hogy Szűzanya is elveszítette a kisfiát, azt elindult, hogy megtalálja. Zarándokolt ő is, és végül a templomban megtaláltam. Én azt gondolom, hogy ugyanígy az ide zarándokló emberek is keresnek valamit, békét, egészséget, megnyugvást, jó gondolatokat, keresik az élő Istent. És én hiszem, hogy hát ha kitartunk, akkor mi is megtaláljuk ezeket az értékeket. Sok hívő gyalog teszi meg az utat a Szentkútig, hogy részt vegyen a liturgiákon és szentségimádásokon. A bezdáni Beslígy Gabriella a moholi csoporttal érkezett a kegyhelyre. Most másodszor veszek részt, tavaly először csatlakoztam a csoporthoz, nagyobb távot tettem meg, akkor Moholról indultam, viszont most csak Kishegyesen tudtam hozzájuk csatlakozni. Lelkileg nagyon meg tudja érinteni az embert, az éjszaka folyamán is tud az ember elmélkedni, úgy érezzük, hogy a Szűzanya segít bennünket. Az idei szentkúti zarándoklat központi gondolata az volt, hogy az eukarisztia az úton lévő embernek szóló ajándék.